Az már biztos, hogy szilveszterkor nem lesz változtatás, így a 10 fős létszámkorlát és az este 8 órától reggel 5 óráig tartó kijárási tilalom aznap is érvényes lesz, mondta Gulyás Gergely, a miniszterelnökséget vezető miniszter a december 10-i kormányinfón. A szekszárdi lakosok szerint nem probléma, hogy idén elmarad a szilveszter. Többen az ilyenkor rettegő házi állataik miatt gondolják helyesnek a korlátozást. Állataink vannak kint, kutya, macska, én csak örülök, hogyha nincs tűzijáték. Mások pedig egyszerűen csak jobban kedvelik a nyugodt szilveszteri éjszakákat. Én örülök neki tulajdonképpen. És miért? Nagyon. Hát mert én szeretek lefeküdni korán, és örülök neki, hogy nem lesz az idén tűzijáték, meg hát szerintem a kutyák miatt is ilyenkor nagyon sok kutya ugye elszökik, és hát meg nyugodtan fogok aludni az idén, azt hiszem. És vannak, akik szerint a településeknek felesleges kiadást jelentenek a tűzijátékok. Szerintem semmi gond ezzel nincsen. Legalább spórol a város egy kis pénzt. A miniszterelnökséget vezető miniszter a korlátozás fenntartását néhány napja azzal indokolta, hogy a több hetes védekezés eredményeit sodorhatná veszélybe, ha szilveszter éjszakára enyhítenének. Tudjuk, hogy ez áldozatokat kíván, különösen a fiatalok részéről, de látni kell, hogy egy olyan szilveszter, ahol nagy társaságok jönnek össze, az több hetes védekezés eredményeit sodorhatja veszélybe, ez pedig mindenféleképpen érdemes elkerülni. Arról, hogy a karácsonyi időszakra milyen szabályok legyenek majd érvényben, december 21-én dönt a kormány.